Szép estét kívánunk! A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává nyilvánította november 25-ét az országgyűlés 2012-ben. Azért pont november 25-ét, mert 1953-ban ezen a napon érkezett vissza Magyarországra a gulág lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja. Nekik állít emléket, illetve rájuk emlékezik az a kiállítás, amely a Szabadművelődés házában csütörtökön nyílt meg. A kiállítás és a tárlat összeállítója, szervezője pedig a vendégem, Sinka Jenőt köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Mi az, amit ez a tárlat be szeretne mutatni, át szeretne adni a mai fiataloknak? Ez a tárlat egyfajta olyan sötét időszaknak az emlékeit mutatja be, amit szeretnénk elfelejteni, de nem lehet. Ez a november 25-i nap egy nagy megszabadulás volt azoknak, akik ott politikai rabként kényszermunkatáborban szenvedtek. És amikor átértek a magyar határon, akkor az AVH katonái fogadták őket körbe. Azt hitték, hogy szabad földre jönnek. És az volt az első mondatuk feléjük, hogy ami megtörtént önökkel, arról nem szabad beszélni. Ennek megfelelően nagyon sokan nem is beszéltek. Nem is beszéltek, nem is beszélhettek. Tehát a kiállítás címe is az, hogy gulág, amiről tilos volt beszélni. Tilos volt beszélni bárhol, a családba, akárhol, mert azt ígérték, hogy ha erről beszélnek, akkor visszaviszik oda, ahol voltak. Abba a szörnyű világba, ahova jó néhányan még el se jutottak, mert a szállítás közben már meghaltak, olyan körülmények között volt a szállítás már a vagonokban, vízhiánya. Egy részük ott ment tönkre, azokban a mínusz 40, mínusz 50 fokos hőmérsékletű erdőben, ahol fa kivágás volt, vagy szénbányába, vagy aranybányába, vagy részbányába, vagy nikkelbányába, akármibe töltötték szinte egy tenyérnyi nagyságú kenyér napi adaggal. Körülbelül 700 ezer ember elhurcolásáról beszélnek, és azt mondják, hogy ebből 300 ezeren nem tértek haza. Igen, sajnos ez így történt. És azt is lehet tudni, illetve nem lehet tudni, hogy ki hol halt meg, vagy milyen körülmények között. Azok, akik túlélték ezt a szörnyű világot szerencséjükre, vagy a szervezetük túlélte, azok leírták könyvekbe mindazt, ami ez alatt a minimum 8 év alatt, de ugye voltak, akiknek több jutott ebből, történt velük. Egyik-másik lágerben, mert átcsoportosították egyik helyről a másik helyre, azért is, hogy ne legyen szervezkedés, meg azért is, hogy a munkát el tudják végeztetni. Ezek a túlélő bajtársak leírták könyveikbe. Erről szól egy 30 oldalas általam összeállított bibliográfia. Ebből ismerhetjük meg azt a világot, ami ott történt. Ez a bibliográfia is megjelenik a kiállításon? Igen, ez a bibliográfia lapozható formájában ott megtekinthető. Tehát ez az egyik alapja annak, hogy ott bepillantást nyerjünk. Ebben a kiállításban még beletartozik két képsor, amit az egyik alkotó egy börtönőr volt, úgy hívták, hogy Baldajev, akinek az volt a feladata, hogy járja végig a lágereket, és erről tegyen jelentést. És megkérdezték egyszer tőle szabad időkben, hogy mindegyiket lelátogatta? Azt mondja, hát 40 ezret nem tudtam. De ő titokba grafikát készített, és mellé olyan mondatokat, ami a grafika magyarázata. Ez a képsor megtekinthető a világhálón, Baldajev grafikái címmel, szovjet eredeti szöveggel, és mellette magyar nyelven is. Ez a kiállítás egy részének a képsorai. 64 kép készült, de ebből csak néhányat mutattam be, szörnyű. A másik képsor pedig egy rab állította össze, aki két magyar bajtársával raboskodott egy bizonyos helyen. Ő festőművész volt, és az volt a dolga többek között ott a gulág lágerekben, hogy Sztálin képeket 5-6 méter magasan rajzoljon meg, fessen meg. Persze ő ezeket az emlékeket, ami a gulág életben volt, megtartotta emlékezetébe, és kiszabadulása után színes képekben megörökítette festményformájában, nagyon szép művészi kivitelű. Őt Nikolaj Getmannak nevezik, úgy írják, hogy Getman.
Ezt összeállította már a szabadulása után, természetesen nagy titokban ment ez, és még felesége se tudott róla. És amikor az elkészült, akkor találkozott beszélgetések vagy levelezések folytán Bin Györggyel, aki az USA-ba menekült ki 1956-ban raptársával. Egy alapítvánnyal együttesen ezt a képsort eljuttatták az amerikai kongresszusra, és azt bemutatták. Először a világon. Utána Bin Gyuri, már bocsánat, hogy így szólítom, a Szekeres Imre Gyura bácsit is fölhívta, telefonon megbeszéltek levélbe dolgot, ő most itt lakik még Hódmezővásárhelyen, hogy juttassa el ezt a képsort ide Magyarországra. Megtörtént. Tehát az USA után Magyarországra került ez a képsor, 21 képből áll, képkeretekben van, ez most a birtokomban van, és ebből állítottam össze ugyancsak egy képsort. Nagyon szép, színes, mondjuk a tartalma az. Szép, de egyben sokkoló. Egyben sokkoló, sajnos sokkoló. Hadd említsem meg ezt. Mit látszódnak ezeken a képeken? A láger körülményei, hogy milyen kínzások voltak, milyen kivégzések voltak, hogyan bántak az emberekkel, milyen munkát végeztek, hogyan szállították oda, vagy vitték egyik helyről a másik helyre. Nagyon sokféle. Egy dolgot azért hadd említsek meg, hogyha valaki oda elmegy, ez 10 kép tablóból áll, és az egyik tablónak az a címe, hogy a nők a gulágon. Nagyon sokkoló, nagyon sokkoló. Meg kell nézni, mert látványos és sajnos nagyon szomorú képeket mutatnak, de akinek gyengébb az idegzete, az inkább kerülje el. Adás előtt volt alkalmunk beszélgetni, és kiderült, hogy mindketten jártunk már Auschwitzban. Igen. Abban is megállapodtunk, hogy egy ilyen kiállításnak a hatása napokig érezhető, ami nem baj, de érezhető. Igen. Ezek szerint az öntárlata is. Igen. Egyfajta Igen. Igen. nyomás gyakorol az ember. Igen, nagyon nagy nyomás. Azt kell, hogy mondjam, hogy mikor végigmegy valaki, vagy ha nem is nézi végig az egészet, de már átél egy olyan szituációt, hogy minél fiatalabb el se tudja képzelni, hogy ez megtörtént. Pedig sajnos igaz, hogy megtörtént. Nagyon nagy hatással van rá az emberre, nagyon, nagyon nagy hatással. Kiállításom volt több helyen, és akkor ott részt vett olyan is, akinek a férje már meghalt. Azt mondja, én tudom, hogy mik történtek, de nem nézem meg még egyszer. Pedig ő már látta azokat az eseményeket az elbeszélések folytán, de nagyon, nagyon sokkoló. Tényleg a terrorháza is, ez is egy olyan hely, ahol amikor bemegy az ember, és kijön, egészen más, hogy formálja az ember gondolatvilágát, látásvilágát. Amikor összeállította a kiállítást, és megtörtént a kiállítás, megnyitok, hogy nyilván ott volt, a helyszínen volt, találkozott emberekkel, karácsonyig látható a kiállítás. Tervezi-e azt, hogy ott lesz, és akik jönnek, azokat végigvezeti, beszélget velük? Igen, volt rá alkalom egy hónappal ezelőtt az 1956-os forradalom és szabadságharcról szóló képsorok voltak. Nyugdíjas klub, nyugdíjas társaság, akikkel van kapcsolatom, mondtam, hogy nem akartok megnézni, de eljöttek, voltak tizenvalahányan, és megnézték. Most ugyanez sorra kerülhet, javasolom, de nem csak az időseknek, mert ugye az korombeli megérte az 1956-os forradalom és szabadságharcot, de a fiatalabbak nem. Sőt, a nagyon fiataloknak ez a látvány nagyon megrettentő, és nehéz gondolatokat ébreszt benne, de kell, hogy tudjon róla. Mert ugye a múltból, a múlt tapasztalataiból építjük a jelent. És a jelen feldolgozásaiból alkotjuk meg a jövőt. Ez egy nagyon fontos gondolatsor, hogy az ember lássa, hogy mi volt, mi van, és mit lehet majd a jövőben tenni. Ez a kiállítás összetett, nem csak képekre kell gondolni, hanem dokumentumokat is tartalmaz. Milyen leírásokról Igen. beszélhetünk? A képek mellett megjelentettem a túlélők által írt könyvek címlapjait. Ez azt jelenti, hogy amit ők az alatt a 8 év alatt minimum átéltek, azokat leírták. Különféle táborokról, attól függ, hogy hány helyen volt. De ebből a könyvből vettem ki idézeteket, bizonyos nem csak mondatokat, hanem könyvlapjaiból egy részt, ami például a megfélemlítésre, a
kínzásokra, a kivégzésekre, az akármi, mert minden tablónak, tehát a 10 tablónak külön-külön neve van, ami oda illeszkedik. És ez egyfajta gondolatot ébreszt abban, aki látja a könyvnek a címét, hogy mit tartalmazhat. Ez is egyfajta dokumentum, és azért mondom, hogy... Ma már ezekhez a könyvekhez hozzáférhetünk. Igen, hozzá lehet férni. Nekem könnyű dolgom van, mert én ezeket már, hogy úgy mondjam, begyűjtöttem, és a kiállításban megjelentetett könyvek címlapja, csak egy részlete a könyvem, a könyvtáramnak, de javarészt hozzá lehet. Ezeket én szívesen is odaadnám annak, akit érdekel ez a dolog. Egy könyv nem került ki a kiállítás tárlatába, vagy igen. Nincs ott, ez a Gulág lexikon. Igen, a Gulág lexikon. Ami azt mondja, hogy az ön bibliája. Hát igen. Ugye Rózsás János bácsi volt az, aki megírta az eseményeket a túlélőknek, nem csak akikről tudott valamiféle adatot a Gulág időszaka alatt. Ezt lexikonba foglalta. És az ajánlását nem csak ennek a könyvnek, hanem egy Keserű ifjúság című könyvnek is Szolzsenyicin adta. Ő társa volt, rabtársa volt Szolzsenyicinnek, és íróember volt, verseket írt a Rózsás János bácsi ez alatt a rab időszak alatt, és a Gulág táborban volt úgymond könyvtár, de ami a szocializmust meg a kommunizmust dicsérte. És oda bejárt rendszeresen a János bácsi, és találkozott a Szolzsenyicinnel. Nem tudtak egymásról akkor, hogy ki kicsoda. Szóval azt kérdezi a Szolzsenyicin, hogy te milyen nemzetiségű vagy? Azt mondja, hogy magyar. De hát úgy beszél az oroszul, mint az itten élő. Igen, mert megtanultam. Kénytelen volt megtanulni. Van másik ilyen bajtársunk is, a Galgóczi Árpád. Ő a trilógiába írta le mindazokat az események, ő költő is. Ugye, ha ismerjük ezt a nevet, akkor írásait megtaláljuk. A János bácsinak is vannak külön kötetei. Úgyhogy, hát sajnos a János bácsi már nem él, de nagyon sok labdásat összegyűjtött. 4700 személynek van a leírása ebbe a könyvbe. Egy kicsit már össze kellett, hogy firkáljam, elnézést a kifejezésért, de megtettem, mert mikor elolvastam egy-egy rabnak a könyvét, és abban leírta, hogy ez meg ez név szerint mondja, hogy így halt meg. És akkor föllapozom a lexikont, és ott más adat van, mert a János bácsi olyan adatot kapott meg, ami eljutott hozzá. És ezt nekem ki kellett, hogy javítsam. Ilyen szempontból van egy kicsit összefirkálva, tehát a lexikonon túl további pontosítás is megtalálható. Ez a kutató munka soha nem ér véget? Hát ez nem ér véget. Jó pár éve végzem ezt. Indítatás volt Székesfehérvár illetőségi Baradlai Pali bácsi könyve, akinek az unokája a Gulágból írt a Pécsi Tudományi Egyetem diplomát. A Vas Gábor, ő nagy kutatója, illetve hát a nagyapja alapján indult el a Pécsi Egyetemre, és ott ebből készítette a szakdolgozatát, és kérdeztem tőle, Gábor, hát honnan van neked? Azt mondja, hát a nagyapám 10 éves koromban elmondott mindent. Ó. Mondom, 10 akkor, éves korában. Igen, amikor ő 10 éves volt, a nagyapja mindent elmondott, és ettől kezdve én a Gulág kutatója lettem, és megírtam a szakdolgozatomba. Jelesre sikerült. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Kíváncsivá tett, a tárlatot még nem láttam, de meg fogom nézni, és felkészülök arra, hogy egy pár napig hatása alá kerülhetek. Javasolom mindenkinek ezt megtekintésre. Tegyenek így önök is, egészen karácsonyig a Szabad Művelődés Házában látható a tárlat. Köszönjük, hogy vendégeink voltak. Viszontlátásra!